Egy törökszentmiklósi lakos személygépkocsival közlekedett Kisújszállás külterületén október 2-án délután, amikor az állj elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére megállás nélkül ráhajtott a 4-es számú főútra, ahol összeütközött egy Budapest irányából Debrecen felé haladó járműszerelvénnyel. Összeütközött egy göngyölegeket szállító nyerges vontató, valamint egy személygépkocsi a 4-es számú főúton Kenderes külterületén a Kisújszállási leágazásnál. A tűzoltó kiérkezése előtt helyszínen lévő civilek áramtalanították a személyautót. Az esethez a karcagi hivatásos, valamint a kisújszállási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik feszítővágó segítségével szabadították ki a személyautóban rekedt sofőrt. A baleset következtében a személygépkocsit vezető 82 éves férfi az elsődleges orvosi vélemény szerint súlyos sérülést szenvedett, őt mentő helikopter szállított a kórházba.